MVM SE által rendezett Lézer Flotta bajnokság. 65 induló vesz részt a versenybe, három osztályban Lézer, Standard, a Radiál és a 4-7-es, hat nemzet különböző versenyzői. Nagyon szerencsénk van most az idei flotta bajnoksággal, gyakorlatilag három napból mindhárom nap fújt a szél. Erőszeles volt a verseny. Én nagyon élvezem. A Balatonon én mindig élvezek versenyezni, és most egész múlt héten nagyon jó szél volt, és szerencsére még a versenyen is kitart, most megjött ez az északi front. Kicsit pöffös, valaki nem szereti ezt, de a Balaton ilyen, és szerintem ez egy tipikus balatoni idő, és tök jó vitorlázó időben tudunk versenyezni. Fizikailag jó kell az, hogy ezt a szelet megbírt vitorlázni. Trapézpályán mennek, a külső körön megy a Lézer Standard és a Lézer Radiál, a belső körön pedig a Lézer 4-7. Ez a szokásos rendszer, amit alkalmaznak az Európa Kupa versenyeken és meg az Európa Világbajnokságokon. Azt gondolom, hogy nagyon fair versenyek alakultak ki. Nem túl erős a szél, de eléggé csapongó, és egy percre se lehet elaludni, mindig oda kell figyelni különben. Felborul az ember. Én is felborultam tegnap egyszer egy elég erős szélváltóba. Alapvetően az egyszemélyes hajóknak van egy teljesen más hajóvezetési technikája, mint például egy 470-es vagy egy spinnakeres hajónak, ami siklik és megy. A lézerbe a hullámokra rakod rá, és a hullámokra próbálod kihasználni, hogy minél jobban meg tudjál siklani rajta, és minél tovább tudjál menni egy hullámmal, vagy ha már akkora a szél, akkor minél jobban meg tudja előzni egy-egy hullámot, és előrébb juss el, ez ilyen a technikája. A lézer talán abban egyedi, vagy egyetlen hajó van, amivel össze lehetne hasonlítani, a findingi. A findingibe viszont ilyen szélben, ami most van, mert szabad pumpálni, tehát azt csinálsz, amit akarsz. Itt lézerbe végbe kell, hogy tartsod a szabályokat. Tehát egy hullámra egyet húzhatsz, és ez az igazi kihívás. Hogy szabályosan, de gyorsan menjél. Nekem egy fontos verseny, mert a klubom rendezi. Ez a negyedik flotta bajnokság, úgyhogy ennek most már nagy hagyománya van. Én azt gondolom, hogy ennek ezért is van az, hogy ilyen szép, nagy számba jönnek össze a lézeresek itt Balatonfüreden. Nagyon rangos hazai szintet tekintve, én úgy gondolom, hogy minden hajóosztályban minden versenyző eljött, kivéve a Lézer Standardban, a Vadnai testvérek nincsenek itt.
de a lézer radiában és a lézer 4 hétben ott teljesen mezőn, sőt radiában a szélkocs is részt vesz a versenyen most 4 külföldi egységgel, ami még tovább emeli a radiál mezőn színvonalát. Elég jó mezőny jött össze, külföldiek is vannak, úgy mondanám, hogy erős a mezőny, főleg, hogy itt van Érdi Mária, ugye, aki Magyarországon a legjobb ebben a hajóosztályban. Persze a holland lány a legjobb, szóval ő elég elhúzott, de a második, harmadik helyekért nagy harcon, szóval csak 1-2 pont különbség van köztünk. Nekem a személyes célom az, hogy legalább 100 hajó legyen itt egy ilyen versenyen. Három, öt,